Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kozma Ágnes. Dél-Dunántúlon vagyunk, Tolna megye Csücskében, a Völgység szívében. Akácerdők borította dombok által védett pici zsákfalu határában. Itt döngicsélnek békésen, háborítatlanul szorgos méh családjaink. Nem az a cél, hogy méheinktől a lehető legtöbb mézet vegyük el, hanem az, hogy az egészséges, erős családok jó minőségű mézet adhassanak nekünk, és cserébe mi is segítsük az ő életüket. Kora tavasszal, késő ősszel, a téli nyugalom előtt etessük őket, a gonosz élősködők is vérszívójától, az atkától megszabadítjuk, lakhelyét a kaptárt hás és fenyőfából elkészítjük, színesre fessük, télen szigeteljük, nyáron árnyékoljuk. A mi méhészetünk célja, hogy kölcsönösen jót tegyünk egymásnak, segítsük egymást, nem vándorlunk velük, a lehető legkevesebbet zavarjuk őket. Nyílt nap is lesz a Tolna megyei Nagyvejkin, május 3-án. Györfi Orsika méhész természetgyógyásszal beszélgetek. Több aktualitásról is beszélgettünk, sok szeretettel köszöntelek ismét a Vörös Marti Rádió Esti Beszélgetések című műsorában. Mi több témakörben is összefutunk időnként, hol méhészkedünk, hol hastáncolunk, de egyéb terveid is vannak, amiről majd faggatni foglak. Na, vegyük a legfrissebb aktualitásokat. Hogyan is állunk méhészeti szempontból? Hát kitavaszodunk, tetszik, nem tetszik, most már jön a jó idő, akkor gondolom több a teendő is. Szia, drágám, szia Ág, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is. Igen, már volt szerencsém veled itt a mikrofon előtt, mögött is találkozni, beszélgetni. Ez szerintem körülbelül egy éve volt, amikor én belevágtam, illetve úgy gondoltam, hogy nagyobb részt vállalok a szüleim vállalkozásából, most ez már tényleg egy kis családi vállalkozássá nőtte ki magát. A méheink szépen gyarapodnak, valóban most tavasszal, éppen ugye a húsvéti szünetben sokat dolgoztunk, hogyha látod, szép színem is lett, ugye sokat kim voltunk a szabadban. Hát ilyenkor vannak azok a feladatok, amikor megnézzük, hogy a méheink hogyan vészelték át a telet, a téli nyugalmi időszakot, mennyi élelmük van, esetleg valamilyen megbetegedés sújtotta-e őket, és ennek megfelelően kezeljük őket, még szűkítjük a kijáratot, tehát ugye még tegnap is mondható, hogy erős szél volt, és elég hideg idő is volt, de folyamatosan követnünk kell és figyelnünk kell az időjárás változásait, és ennek megfelelően kezelni a méheinket. Itt szeretném megköszönni egyébként az akácmézet, amit hoztam. Ja, és remélem, hogy mindenképpen a gyógyulásomhoz mat segíteni fogom. Nagyon szép, ezt itt most mondhatom, ugye rádióadásban ez nem látható, és remélem, hogy hasznos is lesz, és majd egy kicsi gyömbér, egy kis kurkuma, egy kis citrom, egy kis fokhagyma bejátszik, és szerintem olyan egészséges leszek, hogy csuda. No, a lényeg, hogy milyen a méhek lelki világa. Szóval nagyon érdekes történet, mert azért mindennel törődni kell, szóval, hogy egy család nehogy tönkre menjen, nehogy elpusztuljanak, mennyire érzékenyek az időjárás változásokra, azt mondtad, szél, eső, napsütés, mindenre oda kell figyelni. Ugye a méhek is a természet részei, ahogy mi emberek is, de mi már hát sajnos a civilizáció ártalmai azok, hogy kiszakadtunk a természetből, ha jobban odafigyelnénk, többet lennénk a szabadban, mi is ennyire együtt élnénk akár az időjárás változásokkal, akár a földsugárzással, mindennel, ami a természetből jön és érkezik. És a méhek borzasztó érzékeny élőlények, tehát aki ismeri őket és szereti őket, az világosan látja már napokkal előtte, ha időjárás változás lesz, másképpen viselkednek, és valóban oda kell figyelnünk ezekre a változásokra, hogy nehogy kárt szenvedjenek bármilyen időjárás változás esetében. Talán a hallgató annyira nincs tisztában vele, hogy az utóbbi években nagyon-nagyon megsokasodott a méhek, méhészetek száma itt Magyarországon. Ez jó hír. És ez bizonyos szempontból jó hír, másik szempontból pedig már elértük azt a létszámot, amikor lehet, hogy
Igen, hogy túlterhelik az úgynevezett mélegelőket, tehát azokat a virágokat, akár gyümölcsfákat, később az akácot, a hársat, a napraforgó legelőket, ami már nem bír el ennyi mély állományt. De nem is a mennyiségük a baj, hanem inkább a betegségek. Tehát, hogyha nem megfelelően kezelik az egyes méhészeteket, nem eléggé szakértő az, aki úgy gondolja, hogy ezentúl méheket tart, akkor olyan veszélyes betegségek üthetik fel a fejüket, amelyek ugye a méhek röp iránya miatt könnyen átterjedhet más méhészetekre. Tényleg ez egy külön hivatás és egy külön műfaj, amit ki kell tanulni, tehát az, hogy hát mondjuk, hogy hogyan lehet majd a szaporítással foglalkozni, hogyan bővülnek a családok, hova viszem, hol hagyom őket, ezt tankönyvből lehet elsajátítani, vagy ezt tapasztalás útján, vagy jön egy okos bácsi néni, és azt mondja, hogy Orsika, így kell csinálni, és finom mézed lesz. Mind a két út járható, úgyhogy ezt nagyon jól látod. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a mi családunkban generációk óta foglalkozunk ezzel, tehát úgymond szállt a tudás apáról fiúra, aztán lányra. Igen, hölgyek is végezhetik a méhészetet, bár van olyan kemény fizikai része is a munkának, amihez azért nem árt a segítség, és tanfolyamon is megtanulható. Ha jól tudom, Velencén itt a közelben is van olyan tanfolyam, ahol részt lehet venni, ez egy megfelelő alapot nyújt, és onnan mindenképpen javasolnám, hogy egy tapasztalt méhész mellé szegődjön a kíváncsi tanunc. De milyen érdekes dolog ez, hogyha nekem valaki azt mondja x évvel ezelőtt, vagy akár most is, hogy Ági, holnaptól méhészkedsz, gyere be, ismerkedj meg ezzel a műfajjal, próbáld ki magad, ismerd meg a méheket, hát egy laza infarktuson átesnék. Tehát minden bizonnyal, mert hogy én félek. A félelem ott én van félek, az tehát az emberek általában, és nem csak azt, hogy rovaroktól, meg hát a méhcsípéstől eleve én nagyon földagadok, meg problémám lehet még egy szúnyogtól is, nem hogy méhtől. Szóval, hogy az ember hogyan védi ki ezt, vagy hogyan barátkozik össze, mert azt mondják, hogy az igazi méhész meg se csípi a méh, vagy igen, vagy immunissá válik. Igazából talán inkább ez az utóbbi, hogy immunissá válik, tehát édesapámat, hú, milyen nagyon sok megszúrt, ez egy családi legenda nálunk, amikor én születtem, és apukám ugye akkor kezdte a kezdő lépéseket, és egy ilyen nap után, ugye én voltam egynapos a kórházba, akkor még az édesapák nem vehettek részt, nem lehettek ott a szülésnél, és bejött lelkesen, hogy meg látogasson engem baba koromban, meg édesanyámat természetesen, és úgy érkezett be, hogy teljesen fel volt dagadva a feje sok csíp. Szúrástól, bocsánat, a csíp. De nem fájt neki? De akkor még fájt, és tehát anyukám nem bírta ki nevetés nélkül, annyira vicces volt, de ma meg azt mondjuk, hogy talán nem volt ez hiába. Tehát a méh méreg, ami ugye egyik szempontból egy borzasztó fájdalmas dolog, és a méhek védekezését szolgálja, másik szempontból ez is gyógyszer. Hasznos. Ízületi fájdalmak, reumatikai fájdalmak ellen. Megcsíphetik az embert. És hála az égnek lekopogom, hogy a szüleimnek nincsenek is, most vannak a 60-as éveik közepén, és nincsenek ilyen problémáik még, és ne is legyenek. Hány családotok van? Most 100 méh család fölött vagyunk. Célunk, hogy tovább szaporítsunk. Ja, amit mondtál, azzal kapcsolatban szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye az embernek meg kell barátkoznia, meg hogy sok emberben ott a félelem, hogy ezt mi is látjuk, hogy nagyon sok olyan információ van, amit a laikus nem tud, nem ért a méhekről, és egy olyan napot szervezünk, most május elejére, egy úgynevezett nyílt napot, amikor bárki eljöhet és megnézheti a méheinket, egy kis idegenvezetést tartunk, a bátrabbak be is kukucskálhatnak a kaptárba, védőkalapot biztosítunk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok új információ május lesz. Elején. Május 3-án pontosan, vasárnap. Vasárnap, igen. És ez hol lesz pontosan? Tolna megye déli csücskében van a méhészetünk, Nagyvejkén, ez egy pici zsákfalu, akácerdők borította dombok tövében helyezkedik el, tehát ideális területen. Mi nem is vándorlunk a méheinkkel, ugye nagyon sok méhész vándorol velük, abból a célból, hogy minél többször tudjon esetleg akácról pörgetni. Mi inkább azt
tettük mérlegre, hogy így nem bolygatjuk a méheinket, tehát lehet, hogy kevesebb mézünk lesz, viszont a méhek sokkal nyugodtabb körülmények között vannak, ugye nem változtatnak folyton helyet, nem kell alkalmazkodniuk. Téged is csipkedtek? Jaj, igen. Igen. Természetesen. A két legnagyobb sztori ezzel kapcsolatban, mikor a kisebbik fiam talán még nem volt 5 éves, és szegénykémnek az orrába be. Borzasztó volt. Na, aztán, ha földagad. Szerencsére nem allergiás egyikünk se. Az én legnagyobb történetem pedig tavaly nyáron volt. Ugye tényleg én bennem semmi félsz nincs ezektől a kis rovaroktól, és hát elég szellősen öltözködve segítettem a szüleimnek, tehát egy rövid nadrág. Rövid nadrág szandálban, szép nyári idő volt. A kaptárnak a fiókjait pakolgattuk. Ez különben úgy néz ki, az a kaptártípus, amiben mi méhészkedünk, mint egy nagy legó. Tehát különböző kis fiókokat lehet egymásra pakolni, de a fiókokban ugye jó esetben tele van méhekkel teli lépek vannak, és édesanyámnak segítettem ezeket a fiókokat pakolni, amikor egy rossz mozdulat következtében egy ilyen fiók leesett, és az összes méh a bokámra. Hú, én nagyon szaladtam, de így is rengeteg megszúrt engem, hát ezt azért már megéreztem. Tehát még aznap vezettem vissza a Tolna megyéből ide Fehérvárra, és nehéz volt kiszállni az autóból, meg utána járni pár napig, de azóta sokkal elővigyázatosabb vagyok. A méztermelésben vannak-e trendek? Nem szeretem ezt a szót, de tetszik, nem tetszik, használjuk. Tehát, hogy van-e divat irányzat, mert én már kaptam tőled hihetetlen impozáns pici kiszerelésben, kicsi ilyen ízesítésű, olyan ízesítésű. Én konkrétan például allergiás vagyok a virág mézre. Igen. Azt nem nagyon bírom, de az akászmézet tudom megenni, de nagyon sokféle ízesítésben láttam a kereskedésekben, piacokon, ittottam ott, és ezekre én oda is figyelek, hogy változnak-e ezek így az idők folyamán. Ezt is nagyon jól látod, szerintem mindez összefüggésben van azzal, hogy ugye szeretné a méhész is, mint minden más élelmiszeripari ágazat csinosítani, változatosabbá tenni a portékáját, úgyhogy mi is próbálkoztunk, ugye az alapfajta mézeinken kívül, az akác, a hárs és a napraforgó mézen kívül, igen, amit neked hoztam múltkorjában, ez egy bodzavirágágyon érlelt méz, ennek meg is volt a sikere. És sok méhészről tudom, hogy a kapucsinós mézen keresztül, akár a sós-mogyorós mézig is rendkívül Ilyetetlen. Változatos termékek készülnek. Miért, hogyha elnézésre szabadba válok, de hogyha a Damniszki Balázs, a cukrász mester ugye tud olyan fagyikat készíteni, ami hihetetlen ízesít, és a sóstól, a nem tudom, még mustárt is tesz szerintem már bele. Mert így újulunk meg, és döbbenetes ízvilágot lehet létrehozni. Most ezzel miért ne lehetne ugyanezt? Így van, kísérletezni kell, én ezt támogatom, de továbbra is vannak azok a vevőink, illetve azok a mézkedvelők, akik a teljesen tiszta, hagyományos fajta mézeket keresik. Ez nálunk megtalálható, illetve amivel úgy érzem, hogy tényleg sikert értünk el, ezek a krémmézek. Ugye sok vevő nem tud mit kezdeni a kristályosodott virágmézzel. Ugye nem értik az emberek, mert sok-sok év alatt a nagy boltokban, üzletekben kapható mézeknél nem szoktak hozzá, hogy a méznek természete a kristályosodás, és ezt kivédve, de ugye anélkül, hogy bármivel kezelnénk a mézeket, egyszerűen csak keverve értük el, hogy ezek a szép, lágy, kenhető krémmézeink készüljenek. Úgyhogy biztos finom lehet. Én még mézes szappant is láttam meg. Milyen jók lehetnek ezek a méz. Hát miért ne lehetne jótékony hatással az arcbőrre mondjuk, vagy hát, ha belülről ápol, akkor külsőleg is használható. Különben arcra kitűnő, tényleg bennülünk a kádba, igen, és egy-két kanálnyi mézet a pofinkra kenünk, gyönyörűen hidratál, ásványi anyagokkal, vitaminokkal ellátja a bőrünket, ugye utána, ha kijövünk, lemossuk, és ragacsosak sem leszünk, gyönyörű lesz az arcbőrünk. Ez érdekes dolog, mert ugye szoktak mondani, hogy én voltam csokoládégyárban, virsli készítőgyárban, ilyen gyárban, olyan gyárban, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a pék minden nap eszik kenyeret, mert minden
minden nap reggel 4-től 5-től süti a zsömlét és a kenyeret meg a kiflit. Tehát ugye azt nem mondom, hogy megcsömölik az ember, de ez úgy elege lesz belőle. Most egy ilyen mézkészítés alkalmával a család hogyan viszonyul, hogy fogyasztó is? Tehát ti ezt beépítettétek a mindennapi életetekbe? Mennyi mézet eszik a méhész? Na, magyarul, na, látod? Na, köszönöm, érdekes, hogy kérdés. Én bevallom, nem szeretem a mézes kalácsot, sem ugye a mézes vajas kenyeret. Mézes puszedli, mi? A mézes, hát igen, lehetne a recepteket puszedli sorolni, viszont vannak izgalmas új megoldások. Először is az alap, a reggeli teljes kávémban más nem kerülhet, mint méz. Tehát én azt cukorral talán meg se tudnám inni, annyira ez így már belém ivódott. Egészen más az édessége meg az íze. Érdekes megfigyelni, és mondják, hogy cukorbetegeknek azért ajánlott, amennyi cukrot ugye fogyaszthatnak, az inkább méz formájában tegyék meg, mert csökkenti a kívánalmukat a több édesség iránt. Tehát a teljes kávé nagyon érdekes húsoknak a pácolásában, ugye ezekbe az édes savanyú ízekbe, illetve salátákra. Úgyhogy én elsősorban ilyen célokra használom a mézet. Ezek közül van kedvenc? Tehát, hogy akác, vagy virágméz, vagy amit mondtál, a milyen ágyon pácol? A bodzavirágágyon, meg a fenyőrügyágyon. Na hát ezeket tényleg, ez olyan, hogy ez úgy magában egy külön kuriózum, egy külön különleges desszert. Annyira érdekes ízvilág, hogy ilyet máshol nem tapasztalhatsz. Ez a nyílt nap, ez ingyenes lesz, ugye? Természetesen. Tehát na most azt mondom, hogy elmegyek a Tolna megyei nagy vejkére. Igen. Pontos évvel? Nagyvejke, pontos évvel. Nem jártam még ott. És hova, milyen portára kell becsöngetnem? Tehát azért meg kéne találni titeket így valahogy. Van. Tehát nem rikkantom el magam, hogy keresem az Orsikát és a mézét. Ezt sokan kérdezték már tőlem, de ez egy annyira icipici falu, 150 lelkes. Akkor megtalálnak hogy én akik már érdeklődnek, és ott találkozom velük május 3-án, abban állapodtunk meg, hogy a Nagyvejke táblánál várom őket 10 órakor, de különben tényleg egy utcányi falu. De milyen érdekes lehet, csak bemutatjátok, hogy hogyan történik a méhészkedés? Igen, körbe tehát ott lesz édesapám is, lesz kóstoló, lesz bemutató, minden kérdésre nagyon szívesen válaszolunk, mert tényleg itt a legkülönfélebb kérdések szoktak biztos felmerülni, hogy egyáltalán hogy kerül a méz az asztalra, hogy váltják egymást a méhek generációi, kinek, mi a feladata a méh családban. Úgyhogy igyekszünk minden kérdésre válaszolni, nagyon remélem, hogy gyönyörű idő lesz, lehet egyet kirándulni és a környéken kóstolni, mindenkit szeretettel várunk. Említetted a kisfiad élményét, ami valószínűleg nem volt túl kellemes, de őket sikerül ezzel a fajta foglalatossággal megfertőzni? Hogy veszed észre, hogy örökölhetik ők ezt a hajlamot, hogy na, akkor én is, ha anya csinálja, akkor majd én is. Ez biztos vagyok benne, hogy számít náluk, tehát ugyanúgy, ahogy látják, ahogy én láttam gyerekkoromban, hogy a nagyszüleik, a szüleik ezzel foglalkoznak, hogy lesz-e belőlük valaha méhész, vagy nem, ki tudja, hogy mi lesz itt 15-20 év múlva, mire ők felnőnek, ugye hová gyorsul a mi világunk, mert nagyon érdekes, hogy ugye bizonyos szempontból én is két lakivá váltam, tehát itt élünk a fiúkkal Fehérváron, mégis egy nagyvárosban, nagyon szeretünk itt lakni, sok kulturális sportprogram miatt jó az iskolájuk a gyerekeknek, de egy egész más világ, amikor hazamegyek az úgymond nyugodt vidéki életre is. Jó ez a kettősség, tehát én nem is tudnék választani, hogy melyiket inkább, ez még így megvalósítható, meglátjuk, hogy a fiúknak mi lesz a jövőjük. Az biztos, hogy most, ha megmondjuk, hogy mi a feladat, ugye nagyon tevékenyek, meg szeretik, ha látszik a munkájuk eredménye, akkor segítenek mindenben. Egyébként ott még a hagyományok szerint élnek, esetleg sütnek kenyeret, vagy van kemence, vagy összejárnak az emberek, vagy hát persze fonomá nincs meg, mondjuk már fonomá nem igen járnak az emberek, de egy ilyen kis település szerintem megőrizhette azt a közösségi érzést, vagy ha úgy tetszik, nem? Nagyon nyugodt az élet, én azt látom, fontos, nyugodtak fontos az emberek, ugye állatot sokan tartanak, érdekes benézni az udvarokba, hol tyúkok kapirgálnak, hol akár libák vannak az udvarban, birkanyáj legel a falu szélén. Úgyhogy ezek persze külső szemlélőnek idilli látvány, de
sok munka lehet az állatokkal. Mégis egyfajta nyugodtság jellemző a nagyvelkei lakosokra, tehát az a rohanás, ami a mi életünkben mindennapos, az nekik hiányzik, nincs az életükben. Tudom, hogy ez a műsor nem arról szól, és a világért sem szeretnék egy pénzintézeti magazint indítani, de azért hozzátartozik a témához az is, hogy ma a pénz, a méz piacból meg lehet élni, vagy ezt csak így mellék foglalkozásként érdemes elkezdeni, tűzni? Nagyon jó kérdés. Hát most már nekem is ez a harmadik évem, hogy ebben dolgozom, tehát most már főállású egyéni vállalkozó vagyok, méhészként és természetgyógyászként. Én ezt tudatosan építettem fel, tehát sokáig munka mellett rendes, bejelentett 8 órás munka mellett csináltam, és az első év tényleg még nagyon kis szerény volt, a második évben azt mondtam, hogy talán megmerem kockáztatni, hogy lépjek, és ugye ehhez az életformához, meg nekem régi érdeklődésem, hogy a mézzel, a mézfogyasztással összekötöm a természetes gyógymódok iránti szeretetemet, és most már végzett természetgyógyászként építgetem én is a kis pacientúrámat. Mi a vezérfonalad ezen belül, természetgyógyászaton belül? Életmód tanácsadó terapeuta, illetve alternatív mozgás és masszázs terapeutaként e szerint működöm. Is élsz, vagy csak tanácsolod? Most, hogy nem dolgozom kötött munkarendben, megtehetem azt, hogy nagyon sokat kín vagyok a szabadban. Mm-hmm. Van egy energikus vizslám, akivel rengeteget kell sétálni, mozogni, illetve kialakítottam saját magamnak, ugye többféle mozgás gyakorlatot, illetve mozgásterápiás gyakorlatokat tanultunk, és abból kiszemezgettem azokat a mozdulatokat, van, ami inkább jógára hajaz, van, amelyik inkább csikung mozdulat, amiből saját magam számára egy kis egyszerű 10 perces gyakorlatsort összeállítottam, nagyon-nagyon jól tud a nap telni, ha ezzel indítom. Neked ez nagyon működött akkor is, amikor együtt hastáncoltunk, igen. Emlékszel? Igen. A Szigeti Katánál voltam nemrég egy tanfolyamon is, és nagyon érdekes dolgokat mesélt, és nagyon sok oldalú emberke, nagyon sok mindennel foglalkozik, és egy remek csapat jött össze, amikor elmentünk mozogni. Tényleg az ember úgy érezte magát egy hastáncóra után, hogy úgy lebegve megy haza. Ja. De egyébként a hangulat is ilyen volt, hogy csiviteltünk, csajos program így volt, van. Csörögtünk, zörögtünk, mert volt mindenünk ott, ami kell. Nekem is hiányzik, hogy csörögtünk. De tudom, hogy te az élvonalban voltál, akik a koreográfiákat mindig. Én egy kicsit csetlő botló voltam, megpróbáltam főzárkozni, de nem tudtam olyan profi, de milyen jó volt a tábor. Emlékszel még a táborra? Hát mennyit nevettünk. De hogy hány órán keresztül is, hogy bírtuk. Hát igaz, hogy egy kicsit utána elhagytuk a fél lábunkat, mert úgy fájt ez az amaz, meg a csípőnket, de milyen hasznos dolgok ne tudnak. Ne is mond, megismételném bármikor. Igazából tényleg ez, hogy a mozgást beépíteni a mindennapjainkba akár egy küldetés, egy hivatás lenne. Nagyon sok embernek elveszik a kedvét ettől gyerekkorában. Én is így voltam vele, mert a általános iskolai testnevelés óra nem biztos, hogy minden gyermeknek megfelel. Tehát nem biztos, hogy mindenkiből atléta lesz, nem biztos, hogy mindenki futni szeret, de hogyha megtaláljuk azt a mozgásformát, legyen az a tánctól elkezdve a csikungon keresztül az egyszerű séta, amit be tudunk illeszteni a mindennapjainkba, és ha már nem fáj a lábunk, vagy nem érkezünk olyan időszakban, amikor ezt már nehéz megtennünk, akkor sokat tudunk tenni az egészségünkért. Nem beszélve arról, hogy ez elcsépelt gondolatnak tűnhet, nálam nagyon sok gyógyító fordult meg, és remélhetőleg sok ember beszélgetek majd a jövőben is, hogy tudod, mi az, ami visszatartó erő az emberekben, és ezt saját magamból indulok ki, a lustaság. Ah, kell a motiváció. El kell indulni. Tehát öltöz fel, menj ki, így szaladj, bicikliz, korcsolyáz, ússzál, tök mindegy, ki mit csinál, kerékpároz, elindulni nehéz. Ezért jók ezek a kis közösségek, akár ha már egy ilyen csoport szerveződik a tánc köré, ugye itt elsősorban nőiességünk kötött minket össze, vagy amire nagyon büszke vagyok a saját kis kezdő mozgásterapeuta karrieremből, hogy rendszeresen járok most már lassan fél éve a
a Székesfehérvári Szklerózis Multiplex Klubba. Ugye ők azok az emberek, akikről végképp nem gondolnánk, nem kötnénk össze a nevüket azzal, hogy mozgás. Uh-huh. Pedig vannak olyan mozdulatok, akár ülő torna, amit ők is tudnak. De nekik szükségük is van rá, így tudom, van, így annak van. Innen Guzeo doktorral nagyon sokat beszélgettem. És erről. Nagyon, nagyon lelkesek, nagyon szeretik csinálni, nem bonyolult mozgások, és én örülök, hogy ott lehetek. És sikerélményük náluk. Van. Sikerélményük tehát nekik is, meg nekem az arcuk. Ez az, hogy de ügyes voltam, megcsináltam ma is. Van egy másik kezdeményezés, ami útjára indulhat a közeljövőben. Beszélhetünk erről? Hogy mit tervezel? Beszélhetünk róla, bár még nagyon-nagyon gyerekcipőben akkor röviden jár. Röviden annyit, hogy ugye én magam hosszabb ideje egyedül nevelem a két fiamat, tehát elvált vagyok. Ez idő alatt, hát ugye az ember próbálkozik társat keresni, illetve összefut, találkozik olyan emberekkel, akik szintén ebben a cipőben járnak. És sokat gondolkoztam azon, hogy én, mint életmód tanácsadó terapeuta, miben tudnék az embereknek valami pluszt nyújtani, ugye étkezési tanács, sokat, gyógynövényekről való információt, nagyon-nagyon sokat találunk, ha egy picit is utána járunk. De úgy tapasztaltam, hogy azt tanítja a természetgyógyászat, az a holisztikus látásmód lényege, hogy test, lélek és szellem vagyunk együtt. Na most ebből nem lehet elhatárolni, hogy melyik fontosabb, de az biztos, hogy ha valakinek ott van a társa mellett egy szeretetteli légkör, család, partner várja, akkor az nagyban hozzájárul, akár a testi betegség tüneteit is tud, azon is tud segíteni. És úgy gondoltam, azt tapasztaltam, hogy ezen a téren nagyon kevés segítsége van az embereknek. Tehát sok magányos ember él velünk, körülöttünk, akár velünk egy házban, akik nem igazán tudják, tehát hogy ebben a felgyorsult világban, ebben a 21. században, hogy hová forduljanak, mit tegyenek. Nem is divat erről beszélni. Sőt, hogy van, igen, aki ezt még röstelli is. Van, pedig aki röstelli, szégyelli. Hát ez nem szégyen, ez az pedig, élet pedig ez hozza, igen, ezzel jár. És akkor egy ilyen Egy tanácsadó vállalkozáson gondolkodom, ami több szempontból próbálna segíteni az embereknek. Tehát akár önismereti kérdésekben, akár konkrét lehetőségekben, hogy merre lehetne menni, keresgélni, akár külső stílus tanácsadástól elkezdve. Van egy grafológus barátnőm, ővele is szervezkedünk, hogy az írás kép alapján tudnánk partnert ajánlani. Tehát itt nagyon... Nyitott dolgok ezek, és nagyon tág. Sok. Leszek a sajtóreferensetek, jó? Köszönjük szépen. Beszállok ebbe a buliba mindenképpen. Szerintem egy nagyon hasznos kezdeményezés lehetne, és lesz is, tehát nem beszéljünk így. Megvalósul. Így van, jelen időben beszélünk, megvalósul. És akkor visszavárlak, és akkor erről majd bővebben is beszélgetni fogunk, hogy kik fordulhatnak, milyen korosztály, milyen módon. Hát ennek ki kell most fornia magát, tehát azért nem is forszírozom ezt a témát most annyira, de mindenképpen szerettem volna, ha érintenénk, mert majd te látni fogod azt, hogyha hogy a jéghegy csúcsa, de most már akkor induljunk és kezdjünk el dolgozni ezen a vonalon. Sok mézzel, sok szerelmes párral, sok hastánccal. Így van. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél. És hát kedves hallgatók, nyílt nap, május 3-án vasárnap a Tolna megyei nagyvejként, tessenek elmenni a táblánál, 10 óra magasságában, ott lesz Orsika és az édesapja, és várni fogja az érdeklődőket, tessenek elmenni, tessenek körülnézni, kóstolgatni, és aztán, hogy esetleg valaki úgy gondolja, akkor még meg is oszthatja velem a véleményét, mi nyitottak vagyunk itt a rádióban. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Mint hallhatták, május 3-án méhészeti nyílt napot tartanak a Tolna megyei nagyvejkén. Ennek kapcsán erről a csodálatos hivatásról, a méhészetről, a mézekről Györfi Orsika méhész természetgyógyásszal beszélgettem.